Ezt tehát leállítjuk. Üdvözöllek benneteket, sziasztok, szép estét! Sziasztok! Rendszerváltók, ismerősök, ismeretlenek, nem tudom, megigazítom magamat, hogy látszik-e így a ősi szittyavér pólóba. Tegnap hallottam, hogy a ruhába kijön a szittyavér, csak mondom, akkor veszek fel fehéret, hogy lássátok. Nem tudtam, hogy ruhafüggő magyarság, de talán ezt is 46 év után megtudtam, hogy ruhafüggő a magyarság tudat, meg Árpád vére az rá van valahova írva. Nem tudom, hogy pontosan hova van ráírva Árpád vére, de gondoltam, reagálok, hogy lássátok ti is, hogy nem tudom, látszik a szittyavér, vagy nem látszik a szittyavér, ezt ti tudjátok. Ti látjátok. Gondolom, úgy is tudjátok, hogy miről beszélek, úgyhogy nem kívánok itt sokat rajta ecsetelni, meg elmékedni, mert elmékedtem én ma életemben, meg idegeskedtem én ma életemben éppen eleget hülyék miatt. De nagyon kell vigyázni, mert a hülyék lehúznak a saját szintjükre, igen nehéz mozdulni. Szóval látszik a szittyavér, vagy nem látszik így ruhába, vagy ruha teszi a szittyának az embert, vagy az ősiséget, azt a ruha adja meg, mert fölveszek rám a diszmagyart, attól én az itt a magyarság, gyerekek. Itt-e. Mit dobog? A magyar az világ életében alázatos volt. Az nem gyűlölködött, az alázatos volt. Az alázattal beszélt másokon, meg nem vádlóan. Én nem tudom, mert én nem tehetek róla, nekem sosem a színlelés. Adom magam mindig, mert olyan, mint a szívverés. Az ilyen embereknek ezt üzenem. Na, menjünk tovább! Hát ugye a prezident meglebegtette Balatont. Jön a negyedik hullám. Még a harmadik se ért ide, de már jön a negyedik hullám. Úgyis hallottátok. A kétségbe esve hívott föl egy ismerősöm, hogy megvan neki a kis igazolványa. És hogy csak fél évre szól. Jé, cucu. Hol lehet reklamálni? Ezt kérdezte tőlem. Húha, vannak bajok, ugye? Nem mondták a MTV-n? Közszolgálati? Nem mondták, hogy mi a helyzet az oltásokkal? Én nem vagyok az atya úristen, engem hiába hívtak fel, nem tudom, hol kell reklamálni. Meg hogy kell-e maszk? Azért, mert van oltási könyved. Attól még egy ránk telepedett illegitim hatalom törvényeit akkor is be kell tartanod, ha van oltásod, ha nincs oltásod. Én gondolom, ha már egyszer elmentél oltatni magadat. Aztán meglepődve tapasztaltam, hogy a magukat függetlennek kikiáltó polgármesterek, azok zsarolják a népet. Hogy aki nem jön oltani, az azzal játszik, hogy az Orbáni diktatúrától a települése vagy a faluja nem kap majd fejlesztést.
magyarság eljutott erre a szintre, hogy ilyen barmok irányítsanak bennünket. Itt mutatkozik meg, hogy egy polgármester független vagy nem. Ez itt megmutatkozott. Ugye? Nem kap fejlesztést. Meg jól állunk, most megint jött valami vakcina. Prezident ottan pók hasába, talán a repülőbe, vagy az Isten tudja mibe van. Elment a főnökékhez is. Ja, 2006-ra visszatérve. Már most nem a magyar viszonylatra, de akkor volt egy ilyen barmunk. A fletó. Az is elment ám Izraelbe 2006-ba. Nem egyedül jött vissza. Ez is el volt főnöknek jelenteni. Kínai vakcinával beengedték. Szóval lejelentette a főnökéknek, meg most csatlakoztunk az őt könyvekhez, vagy nem tudom mihez csatlakoztunk, mert engem nem érdekelnek ezek az oltási könyvek. De csatlakoztunk. Na de kellett. Hogy azok mondják meg, hogy merre van ám az előre, senki ne tévedjen ám meg. Ott Izraelben mondják meg. Hát persze, nem tudtátok? Hát gyertek máskor is Litániára. Jön a másik főnök is. Ho-ho! Berett a fegyvergyár 75%-át uraló pápa. A Vatikán feje látogat, ott nincsen járvány, tehát nem lesz járvány, mire megjön a pápa. Ő is jön. Ja. Nem tudom, hogy megjött-e a prezidentünk, visszajött-e már Izraelből. Maradhatna. Ott is vannak ám magyarok, hozzá hasonlóak, olyan hitványak. Szóval belebegtette, hogy jön a negyedik hullám. Tehát Balaton nem hullámzik annyit, mint itt nálunk ez a álvírus. Ja. Vagy az Isten tudja, minek hívják. Gondolkodjunk már, emberek. A műkörmösné, műszempillásnál, fodrásznál, a sminkesné, a ruhabótba, a cipőbótba, a vendéglátó egységekbe, a konyhákon, ott terjed a vírus. A buszon, metron, villamoson, multiknál, dohányboltokba, kaszinókba, templomokba, ott nem terjed. Alig vagyunk hülyek nézve, ugye? Az Orbáni diktatúra a maga hátsó ellenzéki slepjével együtt okozott annyi kárt ennek az országnak, mint a két világháború. Nem érünk rá ébrezgetni. Lesznek áldozatok. Tudomásuk kell venni. Nem kevesen. És a hiteseknek mondom, ami nem a gyülekezeteknek, hanem tudjátok, hogy szaladgálnak a templomba. Mert mióta Fidesz van hatalmon, divat lett a vallás, hát azóta misére kell járni. A Jelenések könyve. Azt el kéne olvasni. A sátán bélyege. Az a vakcina. Jó reggelt! Az a vakcina. Ja. Érdekes, mert egyszer plébánossal összeszólalkoztam, többen tudjátok, mert el voltam a lányommal misén, és Szentírásból elkezdett idézni, aztán jött ez a szó, hogy Izrael, azt úgy gondoltam, hogy nekem ennyi elég is volt a miséből. Fölálltam, aztán kisétáltam, aztán plébános utánam szólt, hogy hova megyek. Azt elmondtam, hogy a hazugság nem érdekel,
nagy port kavartam, mert mindenki főzajlott. Azt elmagyaráztam, hogy Izrael az 1947-es állam, tehát jó lesz, hogyha mindenki az agyhelyéhez kap, az hogy lehet benne egy 2000 éves könyvbe. Ja. Úgyhogy ennyit a vallásról, hát az is csak megoszt bennünket, mint a párt. Ugyanaz. Ezen is el kell gondolkodni, mert ugye jön a főnök Vatikánból. Jön a főnök, megmondja, hogy merre van az előre. Az egyik Izraelből dirigál, a másik Brüsszelből, a harmadik meg Vatikánból. Van még valaki, akit kifelejtettem volna? Szerintem nem. Szóval a jelenések könyve. Olvassátok el. Mondok egy filmet is. Az nem a jelenések könyvével, hanem megtörtént a múltba. Bár nem úgy, ahogy az elő van adva, de megtörtént. Valamilyen formába. Schindler listája. 3 órás film. Hétvégére ajánlom nektek. 3 órás film. Nézzétek végig. Csak nehogy milyen nagypofájuk legyünk bevagonírozva. Az egész világ forrong. Továbbra is. Mi még itt Facebookon vagyunk. Már nem sokáig. Hétfőn lesz egy bejelenteni valom. Úgyhogy hétfőig erről nem is kívánok beszélni, de annyit mondok, hogy készüljetek. A 15-e az nem azért maradt el, mert mi nem akartunk kint lenni, hanem azért, mert politikai pártok által ránk irányított emberek rá akartak telepedni arra, amiért mi most már hosszú évek óta harcolunk, és az a rendszerváltás. Tessék már tudomásul venni, hogy azok az emberek, teljesen mindegy, hogy Torockairól, Dúró Dóráról, Kövér Lászlóról, Orbán Viktorról, Gyurcsány Ferencről, Dobrevről, Vadai Ágiról, Fekete Győrről beszélünk, akik elfogadják a közjogilag érvénytelen arab törvényt, az mind hazáruló. Ezekkel nem vonulászok. Kéz a kézbe. Meg olyan emberrel se vonulászok, aki Biden-től várja a magyarság felemelkedését. Közbe magyarkodik, meg a szitja vérét emlegeti. Na, ilyen emberekkel se vonulászok szívesen. Olyan emberekkel vonulászok, de olyan emberekkel megyek ki, akik a hazáért bármire képesek. Ezekkel az emberekkel kimegyek. Bármikor. És már nem először voltam kint. Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt és egy álmot? Csak egy kis szó, hogy akarom. Nincsenek leküzdhetetlen akadályok. Csak olyan emberek, akik nem hisznek az akadályok legyőzésébe. Azt hiszem, mi többször megmutattuk, hogy képesek vagyunk neki menni a hatalomnak. Azt hiszem. Egyszer kell fölállni. Egyszer. Nem többször. De akkor nagyon sok ember kell. És akkor kint kell maradni, és akkor megrettennek tőlünk a hatalmasok. Nem hiszem, hogy attól kéne, nekünk kéne félnünk tőlük. Mert mi vagyunk többen. Ők már most félnek. Nem véletlenül mondom. Nézzétek meg a törvénykezéseket, nézzétek meg, milyen szabályokat hoznak.
nézzétek meg, hogy a vállalkozói réteg, akik most leltároznak. Tudod, egy ismerősömet büntették meg, mert bement a saját boltjába, a saját telefonos boltjába, kihozott egy akkumulátort, és megbüntették 40 ezerre. Ma egy cipőboltba azért büntettek, mert leltároztak 1 millióra. Támogatjuk a vállalkozói réteget. Lehet gondolkodni rajta. Ezekkel a törvényekkel támogatjuk a vállalkozói réteget. Ugye? Melyik vállalkozói réteget? Mert én csak azt látom, hogy a Fidesz holdudvarát. Azt támogatjuk. A Lölőt, az OTP bárót, ezeket mind támogatjuk. Olyan törvényeket hozunk, amivel mi politikusok mentességet kapunk, de ti egyszerű emberek, gatyátok, hogy fetitek. Egy illegitim mocsok hatalomnak, egy magánhatalomnak. Lehet róla beszélni, hogy nem az, bizonyítsátok be, hogy az. Hogy ez nem az. Bizonyítsátok be, hogy ez nem magánhatalom. Amikor most már egyre több alkotmányjogász kimer állni az igazság mellett, kimer állni Orbán ellen, egyre többen vannak. Nézzétek a híreket. Ne az MTV-t, mert ott nem adják le. Ott nem, ott csak azt mondják, hogy dübörög a gazdaság. Ezt mondták Fletó idejében. Most azt mondják, hogy Magyarország jobban teljesít. Úgyhogy el kéne azon gondolkodni, hogy fontos-e nekünk ez az ország, meg fontos-e az, hogy végre szabadabban éljünk. El kéne azon gondolkodni, hogy meddig tűröd még a jobbos vagy a balos csizmát az arcodon. El kéne azon gondolkodni, hogy ezek kisöpörnek mindenünket, pénznélkül, tanulatlanul, bunkó módon, az iskolapadból bekerültek különböző pozíciókra, mert a Soros Gyuri bácsinak a alapítványi iskoláján keresztül végeztek, vagy az egyetemén végeztek, teljesen mindegy, miről beszélek. Nyakunkon ülnek 30 éve. Azt ilyen pökhendi, senkiházi, magát politikusnak tartó börtöntőteléktől rettegünk. Ennek a vírusnak már réges-régen vége lehetett volna, hogyha nagykegyesen a fehérköpenyes orvosok meg nővérek kitállalnak az igazságról. Már réges-régen el lehetett volna felejteni. Nem most, már tavaly márciusban. Milyen érdekes, hogy a wuhani labor is a Gyuri bácsihoz köthető. Milyen érdekes. Közben Soros Gyurizunk. Most meg kiszolgáljuk. Ugye? Ugye milyen érdekes? Nekem nem hisztek, nézzetek utána. Én elmondtam, hogy én valós dolgokat állítok, amire meg vagyok győződve, és utána néztem. Milyen érdekes, ugye? Meg azok, akik meg a támogatják azok, nézzétek meg, hogy a vakcinagyártók kinek a tulajdonaiba vannak. Két családéba. A két család meg rokoni kapcsolatban egymásra. Bizonyám, ez így van. Jaja, a Pfizer, a AstraZeneca, ami most ugye a nőnapi bulin játszott, úgyis tudjátok. Van egy valami kínai vakcina, van valami orosz szerünk. Jaj, most van magyarországi oltóanyag ZRT. Nem tudtam, mi hiányzik ebből az országból. Orbán vője. Jaja, Orbán vője. Ráheléké. Ebbe is biznisz lesz ám. 6 havonta kell majd oltani magunkat. Kutyákat oltjuk egy évig. Veszettség ellen. Mi 6 havonta járunk. Ha nem vagyok én kutya. Szóval ezeknek a talpnyaló orvosoknak meg nővéreknek, akik a rendszer kiszolgálói, csak gratulálni tudok. De tapsot ne várjanak. Nem föl kéne most már állni, azt elmondani, hogy miről szól a vírus. Mert az, hogy mi vár ránk. Mert érdekes módon elmesélek nektek egy sztorit.
van egy nagyon jó barátom, egy tisztességes, becsületes, rendes ember. Párjába kimutatták a Covidot. Folytatom. Nem került kórházba. Otthon van. Otthon a párjával. Férj és feleség. Otthon vannak, 10 nap karantén. Nincsen lélegeztetőgép otthon. Hát nincsen, hát hogyan lenne? Hát mindenkinek nem futja lélegeztetőgépre. Szóval nincsen lélegeztetőgép otthon. Szépen el vannak, eldödörögnek. Nem kerültek kórházba, nem kerültek lélegeztetőgépre. Ezekkel az emberekkel mi a helyzet? Tisztelt egészségügyisek. Ezekkel az emberekkel mi a helyzet? Mikor akarjátok elmondani, hogy akik most bekerülnek a kórházba az elmúlt 8-10 napban, az mind az oltás miatt került be? Mikor akarjátok elmondani? Mikor akartok saját magatok mellett kiállni? Nem a hatalomért kell kiállni, aztán nyalni, mert a Viktor azt mondta. A Viktor úgy bebasz benneteket a sáncba, nem az útszélén hagy, hókotróval lerak benneteket a sáncba. Már mindegyik kórházban gondok vannak. Mosonmagyaróváron, Győrbe, azt hiszem Gyöngyösön, Tatabányán, Komáromban, már mindenhol. Debrecenben nem is beszélek, Debrecenben már 4 hónapja gond van. Azokkal mi a helyzet? Mikor akartjátok végre elmondani az igazságot? Elvárjátok, hogy 8 órakor mindenki kiálljon az erkélyhez, tapsoljon értetek. Tényleg? De akkor beszélgessünk a általános szabályokról. Covidosokról. Arról is kéne beszélgetni. Bizonyám, hogy is van a Covid-teszt beleírva? Kitől lehet Covid-tesztet venni? Kedves egészségügyisek! Aki náthás, attól lehet Covid-tesztet venni? Akinek be van gyulladva a torka, lehet Covid-tesztet venni? Le van írva, hogy nem lehet. Ti mégis veszitek. Ha milyen nővérek vagytok, ha a saját szabályzatoknak ellent mondtok? Aki náthás, nem lehet tőle Covid-tesztet venni. Akinek be van gyulladva a torka, nem lehet Covid-tesztet venni garatból se. Jaja, le van írva. Ti fogadtátok el a szabályzatot. A nemzetközi szabályzat. Szlávik meg a Merkeli ellenjegyezte. Akinek folyik az orra, azt viszitek Covid-tesztre. Jól elolvastátok, hogyan lehet Covid-tesztet venni. Adszerű emberek vagytok. Így bízzuk rátok az életünket. Így. És ez csak a... Tehát még egyszer mondom. A Covid az a jéghegy csúcsa. Az csak a jéghegy csúcsa. Azon kívül számtalan ezernyi probléma van ebben az országban. Ezernyi. Csak én azt nem tudom, hogy az, kedves nővérek, akkor csak egy kérdésem van, aztán most tényleg olyan válaszoljon, aki nővér. Az az ember, aki otthon van, és covidos, lázas, gyógyszer nélkül átvészeli a betegséget orvosi, nővéri felügyelet nélkül, akkor ti a kórházban mi a faszt adtok a betegeknek? Hogy akit fölraktok lélegeztetőgépre, az 8 nap után meghal. Mit adtok nekik? Lekötözitek, mint a kutyákat. Ja. Mit adtok nekik? Hogy otthon átvészeli, egészségesen sétál utána, valaki bemegy gyógyulni hozzátok, az nem jön ki. Le vannak szedálva a betegek. Le vannak szedálva a betegek.
Egy szándékos népírtás, amiben ti részt vesztek. És elvárjátok, hogy az emberek kiálljanak 8 órakor tapsikolni. De amikor az édesanyád meg az édesapád fog bekerülni, azt is fölrakod? Gépre? Annak is ugyanúgy be fogod adni a gyógyszert? Ez a Covid is arra való, hogy az embereket szembeállítsák. Ugyanaz, mint a pártpolitika. Ugyanaz. Amerikában tegnap láttam, azt hiszem István Dánielnek hívják az úriembert, nem vagyok benne biztos. Elnézést. Bement az ilyen patikába, Covid-tesztet akar csináltatni, aztán mondta neki, itt van, menjél ki az autóba, csináld meg, az gyere vissza. Ott már nincsen maszk. Maszk nélkül ment be. Azt hiszem 17 államban a nyoma sincs a Covid-nak. Floridában meg egyáltalán. Nemes Marcsinak üzenem, hogy az, aki bement önkéntesnek a kórházba, meg a katonasághoz, az mind Fidesz-bérenc. Az mind Fidesz-bérenc. Mert volt itt közöttünk olyan ember, nem mondom a nevét, akivel kiálltunk az alaptörvény érvénytelensége mellett, aztán most meg bement Covid-számlálónak a kórházba, mert a hatalom jól megfizette. Mert pénzért lerálult a saját magát, meg az országot. Pénzért. De bizonyítsátok, hogy van Covid-teszt, kedves egészségügyi, egy boncolási jegyzőkönyvet, dobjatok már ki valahova. Mert én azt mondom, hogy hülyék vagytok, meg korruptak vagytok, azt csak én mondom. De én legalább be tudom bizonyítani. Mert aki otthon van, Covid-dal, az túléli, aki bekerül a kórházba, nem jön ki. Kettő között azért van különbség. Jaja, miért van rajtatok a nyakatokon katona? Már azt kell mondani, azt kell csináltok, amit ő mond. Vissza sem mertek szólni. Egy boncolás nem volt Magyarországon. Egy boncolás nem volt Magyarországon. De azt mondták, covidos. Abba halt meg. De mondtam, fejlődött az orvostomány, mert egy év alatt csak egy betegség lett. Covid. Covid. Ez van. Ez van. Covid. Ezen kívül semmi nincsen. Ezen kívül semmi nincsen. Nincsen influenza járvány. Az nincs. Két oldali tüdőgyulladás. Az van. Nincs tüdőembólia. Nincs gyomorvérzés, vakbélműtét. Nincs semmi. Covid, az van. Egy év alatt, gyerekek, egy év alatt csak egyfajta betegségünk van. Amire teszt nincsen, bazd meg, de vakcina van. Nem megbízható a PCR-teszt, de már vakcinát már nyomjuk, nyomjuk, nyomjuk. Senki nincs az orvosok között, senki nincs a nővérek között, aki kiállna lelkiismeretesen, elmondaná a hippokratészi eskünek megfelelően, hogy gyilkolnak a kórházakba. Senki nincs. Orvosok kaptak 500 ezeret, a nővérek titoktartási papírt cserébe, meg új szerződést, a régi az kuka, temetkezési vállalkozók csődbe vannak. A halálozási arány 2020-2021-ben alatta marad a 2019-esnek,
és világjárvány van. Baszfeg. És van, aki elhiszi. Szóval röhögünk a saját kínunkon. Meg röhögünk a hatalom hazugságain. És emellett elhisszük, hogy magyar gazdaságot majd újraindítjuk a magyar gazdaságot. 89 óta nincsen gazdaságunk, de még ezt is elhisszük. Újraindítjuk a gazdaságot, mert azt ellopták. Persze, hogy ellopták. Hát nekünk ezért kellett az unió. Ezért kellett privatizálni. Ezeket el lehessen tüntetni. Kéz a kézbe. De már elmeséltem a sztorit, de meg lehet nézni. A YouTube-on kint van Kovács László. Kovács László pezsgős pohárra köszönti a magyarokat. Mata részegen. Kint az erkélyen. Kapaszkodott le ne essen. Ja, ott volt már a kurvája is. Csak nézzétek meg a képet. Szóval pezsgős pohárra köszöntötte az embereket, mert aláírták gyorsan a paktumot, amit Izraelből lediktáltak. Rózsadombi 1, Rózsadombi 2. Aztán a lengyelek még ütötték az asztalt. Ja. Azok 23 óra 59-kor ratifikálták a szerződést. A lengyelek. De ha mi már pezsgős pohárra? Aztán a Marszereszt kezdte el énekelni ez a félökör. De ott van YouTube-on, nézzétek meg. A kisökör. Szóval, ez van. Egyfajta betegség van, Covid. Fejlődik az orvostudomány, a hülye nővérekkel, meg a semmit érő orvosokkal. Csak ezekre bízzuk az életünket. Aki otthon van meg, jól van. Örül, hogyha fölhívom telefonon, azt érdeklődök. Mert ugye ez megvan. Ho-ho! Aki otthon van, azzal tudsz kommunikálni, tudsz beszélni. Még ha nem is mehetsz el hozzá, egye meg a fened, de legalább tudod, hogy jól van. Főhívod, elmondja, hogy a... majdnem kimondtam a nevét. Ő kicsit rosszabbul van, ő meg még itt-ott érzi magát, de rendben lesz. Hát próbálja a saját hozzátartozóddal, aki a hospitálba fekszik, ugye? Azokkal próbálja meg kommunikálni, be sem mehetsz. Ja, a kamerát... kamerához az nem járul hozzá a kórház, mert személyiségi jogokat sért, hogy a kamerát kérsz, hogyha látni akarod a hozzátartozódat, anyád, hú, majdnem mondtam valamit. Csak már, majd lehiggatok. Aztán, kedves szülők, jönnek a gyerekek. Tavaly emlékezzetek rá, kedves szülők, azt mondták, a gyerek nem kaphatja. Ó, nem kaphatja. Nem. Csak az idősebb korosztály, mondta Cilike. Azok a legveszélyeztetettebbek, az idősebb korosztály a legveszélyeztetettebb. Ja, ugye? Most elkezdjük a gyerekeket is oltani. Hát a Merkelinek meg a Szlávitnak üzenem, meg az Orbánnak, legyetek bátorok. Lölő mondta, saját gyerekedet vigyed meg az unokádat. Azzal kezdjed. Első körbe. Azokat szépen vigyed. Aztán jöhetnek a hazáruló politikusok az elmúlt 32 évből. Retyerutyástól. Fotballcsapasostól. Kollégista társa. RSS. Kalota, Kubatov, Tokkal vonóva, aztán ha megvagytok, szóljatok. Most a gyerekek jönnek. Aha. Majd rakok ki egy dokumentumot az oldalra. A rendszerváltók oldalára. Csak hogy mihez tartsátok magatokat, kedves szülők. Meg hogy ez a vészhelyzet miről szól, meg hogy miket csinálnak vészhelyzet idején. Ezek röpülhetnek mindenhova. Kanári-szigetekre.
most nem tudom felsorolni a neveket, Las Vegas, Monaco, hordják a pénzeiteket kifelé, kaszinóznak, mint a Fletoa, Világbanknak az adó hitelével, ha is eljátszotta, bolgár kurvájával együtt. Jaja, Dobrev Klára, nem tudtátok? Jaja, Altus Kft. Ti adtátok össze. Ja, nem tudtátok? Ti is fizettétek vissza az államadóságot, hát persze. Sok nyugdíjas meg elhitte, hogy Orbán lejött vidékre, köztük az én falumba Lipótra is, lejött, aztán mondta, hogy elengedjük a tartozást. Minden falunak elengedjük a tartozást. Ja, az én adomból meg a tietekéből. A sok nyugdíjas meg tapsolt, jaj, áve Viktor, áve Cézár, áve, ilyen vezető kellett. Hagytuk, hogy lopjanak, ez meg pontot rakott a lopás végére. Áve! Ja. Ja, ja. Adófizetők nem tudták, hogy mire van ez az egész. Adófizetők nem tudom, majd bele döglöttek, hogy a települési tartozásokat, amit az önkormányzat képviselőkkel együtt, ó, persze, polgármesterek, jegyzők, írnokok, futárok elloptak. Ja, ja. De azt hitték, hogy Orbán lehozta batyuba a pénzt hátizsákba, hogy azzal jár dolgozni. Ugye a kis nyugdíjas megtapsolt, mert hát azt mondták, hogy Orbán elengedte a tartozását a falunak. Hú, micsoda vezére van az országnak. Hú, igazi hazafi. Ja, az. Ti meg majdnem beledöglöttetek, mert annyit dolgozunk. Nem vettétek észre? Repülőjük van, jaktjuk, motorkerékpár. Oldtimer, gyülekezet, mint a nem tudom milyen polgármesternek volt, úgyis emlékeztek rá Pesten, nem is tudom, hogy hívták. Nektek miért nincsen? Miért csak biciklitek van? Miért BKV-val jártok dolgozni? Meg a volános buszokkal? Miért nincsen sofőrötök? Ne basszatok ki, nincs sofőrötök? Hát, hát ti dolgoztok, nem vettétek észre? Ilyenek nektek nem jut? KSH szerint 300 ezer gyerek nem kapja meg Magyarországon a rendes élelmet. 300 ezer gyermek. Mindegy, hogy cigány vagy magyar, gyermekről beszélek. Gyermek! És akkor Magyarország jobban teljesít. Mégis igaz? Számoljunk 10 milliós magyarsággal, nem vagyunk annyian, de számoljunk 10 milliós magyarsággal, ebből a 10 millióból 80 kukázik, kettő meg jól él. Ja, ez Albániában megvan, nem? Ez az arány. Ez ám a cél Magyarországon. Paprika csárdát megvette a lölő. Lejött reggel 8 órakor, vagy nem, lejött este 8 órakor, azt reggel 6 órakor alá volt írva a papír, azonnali hatája be volt érzve a főhivatalba. Paprika csárdát lölő megvette. Ja, Várkonyi Andinak szerintem eljegyzési ajándékra, vagy nem tudom minek vette, na. Hegyes halomba. Paprika csárda a lölői. Van még kérdés? Így megy ez. Így megy ez. Szóval, Magyarország jobban teljesít. Hasítunk, vaze. Fék nélkül. Hasítunk. A Himaláján lefele. De tapsikoló réteg megvan. Aztán azt is elhittétek, hogy Brüsszelben mondott ez a félökör, pókhasú, mindenkinek van egy milliója.
Megtaláltátok? Az egy milliót, amit mondott Viktor. Meg? Én nem tudom, mert én ott élek, ahol születtem. Abba a házba élek, ahol születtem. Gyerekek, én ott minden zugot ismerek. Ezt így higgyétek el. Minden zugot ismerek. Négyen élünk, az 4 milla. Plusz, most még adtak rá 12% plusz megtakarítást. Tehát az 120 ezer, az még 480. Tehát 4 millió 480 ezer forintot ez a felcsúti barom úgy eldugott az mi házunkba, hogy én nem találom meg, bazd meg. Ja. Tehát Németországban meg 1,56-ért tankoltam. Meg 1,60-ért. Euróba. Se pincénk nincsen. Se emeletünk. Padlásszobánk nincs. Én ezt a 4 millió 480 ezer forintot nem találom. Várom azokat az embereket. Hó, várom, akik megtalálták. Hát, ha vannak. Ez ott van náluk. Ilyen lölőknél. Meg azt az 1 millió embert várom a Kossuth térre 20-án, akiknek a Fidesz új munkáját teremtett. Csak azt az 1 milliót mutatkozzon meg a Kossuth téren. 20-án 11 órakor. Jó? Fidesz propagandisták, Fidesz hívők, várunk benneteket, mind az 1 milliót. Mind az 1 milliót várjuk. Azokat várom. Azokat se láttam, mint a Petrocellinek a feleségét. De a Petrocelli mi az? Mi a másik nyomozó? Mit tudom én? Kalambó. Az. Kalambó feleségét se találták meg. Életben létezett, de hát a filmben nem. Ez az 1 millió, tudjátok mikor lesz meg? Személyenként, amikor ezt az összes mocskos rohadt csürhét beraktuk a börtönbe. Bemegy, mint Viktor, azt onnan már nem jön ki. Ja. Ja. Szóval ezeket az embereket várom. A Kossuth térre. De ne a Kossuth térre menjek, jöjjenek a hősök elé. Hősök terére jöjjenek. Hősök terére jöjjön az az 1 millió, akinek a Fidesz-KDNP koalíció munkáját teremtett. Azokat várom. Ja. Azok is kijöhetnek. Jaj, ne szégyeljék. Megtalálták az 1 millió 120 ezer forintot. Ne szégyeljétek, gyerek. Nyugodtan gyere, nem fogjuk elvenni. Csak gyertek ki ti is. Ti is gyertek ki. Aki megtaláltátok ezt a számot. Nyugdíjasok úgy örülnek neki, mint bolond a farkának. Hú. 1000 forintos farhát mellett, mert már csak arra futja. 40%-kal följe mentek az élelmiszerek. Senki nem szól semmit. Infláció nincsen, ne hazudjatok. Viktor megmondta, hogy nincs. Nincs. 260 forintos olaj már 600-nál jár, de nincs infláció. Ha, szemet káprázik, vegyél föl szemüveget. Akkor is ugyanazt az összeget látod. Szóval talpra magyar. Petőfi megmondta. Mint ahogy tudjuk, Európa szinten több országban van már megmozdulás. Biztos információ nincs, de most már Ausztriában, Németországban, Hollandiában nem akarnak megelégedni azzal, hogy a Covid ellen mennek ki, hanem most már ők is
rendszerváltásba gondolkodnak. És azt hiszem, hogy nekünk magyaroknak is már elegünk van. Híja haza! Több országban 20-a körül mennek ki az emberek. Ez egy globális megmozdulás lesz. Én legalábbis így értesültem róla. Nekünk is ott lenne a helyünk. Megmozduljunk végre saját magunkért, az országunkért, gyermekeinkért. Mert hogy ezt a politikai csürhét, 32 éve ránk erőltetett mocskot lesöpörjük. Aztán parlamentnek visszaadjuk a parlamentális rendet. Nem a családot, nem a csalást, nem a sleppet, hanem olyan embereket, akik benneteket képviselnek. Itt az idő, most vagy soha. Már világszinten nagy az elégedetlenség. És országok népei most már minket, magyarokat figyelnek. És minket, magyarokat várnak. Ezen kell elgondolkodni. Ezen kellene elgondolkodni. Hát azt hiszem, hogy minden ember eddig van. Mindenki eddig. Azon ledöbbentem. Hogy mi még mindig tűrünk. Még mindig tűrünk. Azon ledöbbentem, hogy az elmúlt másfél két évben gombamód szaporodnak meg a különböző csoportok, akik a meglévő egységből a tagokat próbálják kiszívni. Ezek mind fölülrőjött politikai csoportok. Ezek mind. Tehát ilyen torocka is. Ne felejtsük el. Ilyen torocka is. De ezeket mind eltűrjük. De jó lenne, hogyha most már elkezdenénk gondolkodni azon, hogy ezt a hámot, amit ránk erőtettek, ezt szépen levennénk, gyönyörű szépen, magunkról ledobnánk, aztán nem azzal foglalkoznánk, hogy torockai mit mond, mert most már visszakozik, pedig mindjárt itt van hétfő, már mindjárt, hanem elkezdenénk szépen egymás mellé fölállni, aztán gyönyörű szépen tenni az országért. Aztán még a nővérnek, orvosnak, még akkor is van ideje mellénk állni. Mert azért azt tudjátok, hogy most már a fodrászok is itt vannak velünk. Azoknak is teli van a hócipője. Hogyha a fodrászok is csatlakoztak a rendszerváltók csoportjához, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm őket is. És egyre többen vannak, akik jönnek. Sajnos lesznek olyanok, akik későn ébrednek. Már nem érünk rá ébreszteni. Nem érünk rá ébreszteni. Erről szólt az elmúlt 20 évünk. Ébresztésről. Elmondtam, hogy lehet fölébredni. Elmondtam, ne ígyatok vizet. Csapvizet ne ígyatok. Ásványvizet se. Azt se ígyatok. Kuti vizet, azt ígyatok. Próbáljátok meg. Nekem ezért tiszta a tudatom. Én nem iszok csapvizet. Hát dehogy iszok. Le vagytok szedálva ti is, mint a kórházba a betegek. Csak három napig próbált ki.
Vagy nem iszol vizet. Csak kuti vizet. Meg nem veszel a fejfájás a gyógyszert, hanem egy mokkáskanál sót 3 deci vízzel lenyomsz. 5 perc múlva nem fáj a fejed. Csak próbáljátok ki. Csak próbáljátok ki. Ezek a sarlatának meg egy gyógyfüvet nem ismernek. Csak írják fel a szarabbnál szarabb gyógyszereket, amitől függő leszel. És lesznek olyanok, akik sose fognak felébredni. Lesznek olyanok, akik mindenkiben ellenséget látnak. Mindenkiben ellenséget látnak. Ez nem az ő hibájuk. Ez nem az ő hibájuk. Ez a rendszer hibája. Ez a rendszer hibája. Oszd meg, és uralkodj. Ennek a hibája. Őket ne hibáztassátok. Hagyni kell őket. És hogyha nem lépünk időbe egyszerre, akkor már úgy járunk, mint a Schindler listájában az emberek. Ott arra ébredünk, hogy be vagyunk vagonírozva. És akkor a terapi napra egy dolgot, de előtte kitérőt teszek. Hát tegnapi nap egy furcsa nap volt. A csoportban is. A rendszerváltók csoportjában is, meg a Viber csoportban is. A rendszerváltók csoportjában cicaharc, Viber csoportban banyacsata. Gyerekek! És egy Ágnes nevű hölgy, akinek nagyon szépen köszönöm az élő videóját. A pillanatok alatt le tudta nyugtatni a kedélyeket. Egy nagyon jól összerakott videóval. És aki még nem látta a videót, azoktól azt kérem, hogy nézzék meg. Mindenki feszült, de ezt ne egymáson adjuk már ki. Lesz rá a lehetőség. Higgyétek el, néhány nap, és lesz rá a lehetőség, hogy kiadjuk. De nem Facebookon, nem a karosszékbe, azt várjuk, majd kiabáljuk az élő videót. Nem. Együtt, kint. Egységbe. Akkor a tömegnek kell lenni, hogy a rendőr összeszarja magát. Ne az a rendőr, aki veled szembe áll, hanem a rohadt pozíciói, meg az íróasztalé kapaszkodik. Na, az szarja magát össze. Annak kell, hogy összeszarja magát. Minden kapitányságon van ilyen két ilyen senkire, semmi házi. Minden kapitányságon, aki sakba tartja az összes többit. Minden kapitányság teli van ilyenekkel, ilyen hatalomvágya, pozíciómániába megrögzött rendőrökkel. Azokat kell beszaratni. A közrendőrt meg magad mellé állítani. Akkor a tömeg kell. Nem otthonról, Facebookról, mert elveszünk. Elveszünk. Nekem 3 lányom van. 19, 7 és 3 éves. Én értük, kimegyek. Kimegyek érted is. Kimegyek a gyerekedért, unokádért, családodért, férjedért, feleségedért. Amikor azt mondtam, hogy kint leszek, akkor én mindig ott voltam. Most is ott leszek. Hétfőn lesz bővebb információ. Addig ne faggassatok. Hadd szervezzem. Hadd szervezzük. És még a terapi napra visszatérek. És a sokatnak nem fog tetszeni. Ha az adminba beleállsz, ha az adminnal vitatkozó, ha az admint, a moderátort nem tiszteled, akkor engem se tisztelsz. Ő
amikor én nem vagyok az oldalon, ő szerkeszti az oldalt. Azért, mert nem enged be posztokat, mert már 50-szer megvan. Azért nem az admint vagy a moderátort kell hibáztatni. És hogyha vele kötekszel, az olyan, mint hogyha velem kötekedné. Mert amikor nekem nincsen rálátásom az oldalra, ő a szemem és ő a kezem. És eddig is. Ezután is ki fogok állni az adminok mellett. Mert van olyan admin, akit én választottam. Van olyan admin, aki felajánlotta, hogy beáll és segít. Önzetlenül. Úgy, hogy a családjától veszél az időt. A gyerekétől, a férjétől, a feleségétől. Arra kérlek benneteket, hogy tiszteljétek őket. Ne vitázzatok vele. Én is feszült vagyok. Mai nap után is feszült vagyok. A terápi nap után is feszült vagyok. Csak ezt ne egymáson adjuk ki. Mert mi ez az oldal, a rendszerváltók oldala nem erről szólt. Ott is minden oldalon van gond, vannak külső bomlasztók, ezt már héten átbeszéltük, azt hiszem szerdán volt zárt videó, héten ezt átbeszéltük. Ezekkel az emberekkel nem foglalkozok. Már meg sem említem őket, mert már szóra se érdemes. Egyiket se. Tehát én erre kérlek benneteket. Arra kérlek benneteket, ruha legyen nálatok. Ha meg nem hiszitek el azokat a dolgokat, amiket állítok, üljetek be az autóba, és járjátok körbe Európát. Spanyolország minden igaz hétfőtől nyit. Nem mondom, hogy Németország ezt tervezi, ezt nem mondom. Nem mondom, hogy Szlovákia ezt tervezi, mert ott a tótok kezdenek meghűlni. Magyarország nem tervez semmit se, mert a vendéglátósokat is átbaszta Orbán Viktor, meg a bandája. És akkor még mindig pártokba gondolkodik. Akkor azok az érdekcsoportok, akik be vannak zárva, azokat teszek egy nyílt kérdést. Melyik parlamenti köcsög szólalt fel az érdeketekbe a parlamentbe? Ezen kezdetek el gondolkodni. Az elmúlt egy évben Szabó Tíme a főmért szólalni? Zé Kárpád Dani? Dúró Dóra? Ellenzékeket mondok el, nem Kolymár pártiakat. Gyurcsány? Dobrev? Jakab? Fekete Győr? Ezek közül valaki főszólalt? Hogy a multik miért lehetnek nyitva, és ti miért nem? Olaszoknál minden két teremben eszik. Ott mindenki. Ott kinyitottak, szartak azok a törvényekre. Mondták, hogy megyünk enni pizzát, milánói makarónit, brassói apró pecsenyét. Szóval, aki pártokban gondolkodik, azoknak ajánlom, hogy gondolkodjon-e, melyik az a politikus, aki kiáll mellettük. Egy kutya mind. Az összes. Az összes. Az összes egy kutya. Az összes. Van még kérdés? Megjött az uniós támogatás! Belenyújtunk a családjogi törvénybe. A férfi az apa, a nő az anya. Szállja meg a buzi. Belenyújtunk az alaptörvénybe is. Hú. Választójogi törvénybe. Rögtön megszavazhattuk, hogy 1 milliával többet keresünk.
Hát most már 3-4 milla. 3-4 millát keresünk havonta, mert az Unió adta a pénzt. Nektek adta, hello! Nektek küldte az Unió pénzt. Nem ezeknek a taknyos szarháziaknak. Az összesnek. Jaja. Gondolkozzatok el rajta. Kiszolgál kit? Meg mit? Meg hogyan? Mint? Gondolkozzatok el rajta. Megmondtam, ez csak együtt sikerülhet. Valós, tényleges rendszerváltás. Pont. Ennyi. Ennyi. Bábcserés kormány, az nem az én asztalom. Arra most megy ki Torockai, 15-én, ha kimer menni. Van egy másik felekezet, aki majd aláírásokat gyűjtöget. Azt elvárják, hogy mi álljunk melléjük. Nem ők ide, á? Csinál egy élő videót, azt üzenget. Még ott vagyok vele szembe a téren, meg sem el makogni, meg még a kezet sem elfogni. Ez hiányzik ám itt, ez innentől lefele. Úgy hívják gerinc. A hétvégén nem lesz élő. Van egy kérdésem. Hát vicc lesz? Ho-ho-ho! Csak azért, hogy megalapozzam a hétvégéteket. Na, a nőknek, urak figyeljetek, a hölgyek ti is, miért így ráncosodik a homlokuk, és a férfiaknak meg miért így? Hol a pénz? Milyen pénz? Nem tudtam kihagyni. Szóval, hétvégén nem leszek, vagyis hát leszek csak élőben, nem? Hétfőn akkor várjatok, 19.05, és akkor bejelentünk egy pár dolgot. Nem kívánok kellemes hétvégét, mert kellemes csak a fürdővíz. Azt mondja, hogy 20 óra 7, jó étvágyat kívánok a vacsorához nektek, pihenjetek, élvezzétek a családot. Még hétfőn ugye úgyse dolgoztok. Megnézzük, hogy és informálódunk a hétfői eseményekről. A hétfőn 19.05-kor mindenki úgy készüljön, hogy nem mondom a tutit, nem mondom, azt én nem tudom egyedül mondani. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy egységbe. Köszönöm, hogy velem töltöttétek a hét utolsó napját, munkanapját, munkanapjának estéjét. Én nagyon örülök, hogy veletek lehettem. Jó pihenést a hétvégére. 3 napotok van. Használjátok ki. Kívánok mindenkinek szép estét, szép álmot, és továbbra is mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy jó egészséget kívánok nektek, és valamennyi jött a családjának. Isten veletek, sziasztok!